A fotográfia felvételi beadandó portfólió az két részből áll. Egy kiadott feladatból, ami majd kikerül nyilvánvalóan az iskola honlapjára, az egy téma. Igyekszünk egy olyan témát választani, ami a különböző érdeklődésű hallgatóknak, illetve jelentkezőknek megfelel. Én mondanék egy példát, a tavalyi évben kizökkent világ volt ez a téma. Olyan általános típusú témákat keresünk, ami mindenféle érdeklődésű embernek megfelel, tehát többféleképpen lehet megközelíteni ezt a feladatot. Tehát áll egyrészt ebből a kiadott témából, amire reflektálni kell a hallgatónak, illetve a felvételizőnek. Másik anyaga is van ennek a portfóliónak, az pedig a saját önálló munkák, amelyeket az előző években készítettek, reméljük, hogy sok ilyen van. Akkor olyan munkákat is szívesen látunk, amelyek nem kimondottan fotográfiai jellegűek, tehát rajz, grafika, festmény, amennyire ezt a keretek megengedik. Lehet választani a között, hogy valaki eleve elkészült printeket felragaszt egy lapra, vagy eleve úgy printeli ki, tehát elrendezve egy lapon, hogy ez eleve rá van nyomtatva erre a lapra. Szívesen várunk analóg felvételeket is, tehát alapvetően nyilván fekete-fehér, aki foglalkozott ilyen technikával, vagy esetleg más különleges dolgokat is, hogyha be tudja ezeket hozni, illetve a mappában ez elhelyezhető. Ez a mappegoldás ez azért fontos, illetve hogy tárgyként lássuk a képeket, mert egészen más élmény eredeti tárgyaként látni a fotográfiákat. Másrészt sok mindent le tudunk szűrni abból, milyen igényel és hozzáállással készíti el valaki ezt a mappát.